Sziasztok, MS230. Mondtam, hogy szabadságon leszek, akkor nekiállok. Szétszedtem. Hát annyit tudok mondani, hogy a henger az, mert elkezdtem kipucolni, az kurva szép állapotban van. Én bontottam először széjjel a gépet, eredeti stíl. Ja, azt ne nézzétek, az véletlenül tört ki. Elkezdtem pucolni furógéppel, és ezzel a keféjével a bordák között kicsapta. Na, lesznek majd olyanok, hogy biztos betámasztottam a lentkereket, nem, a lentkereknek semmi baja nincs. Van rá levevőm. Nem kell oda csapni neki. Na és a lényeg, fiúk, hogy így be tudtam azonosítani a gépet. Ez az utolsó szériás, amit 2008 és 2011 között gyártottak, mivel itt van a dugattyúja, eredeti, én bontottam meg, és annyi a különbség, hogy bocsi, lemerült a tolómércém, ez a dugattyú 42 és feles. Mondtam, szoktam javítani, ugyebár 21-esben van, az ugyanaz, mint a 23-as, egy no-name dugattyú, itt a dobozza 021, 023, és akkor itt van nektek ennek meg kereken 40-es. Úgyhogy ez a motor, ez MS250-es. Amit múlt éven magyaráztam sok embernek, azt hülyének néztek, igen, rakták bele, úgyhogy ez a gép 2008 és 2011 között volt gyártva. Így néz ki a ház. Hát nem sok minden lehet belőle felhasználni. Szét van totál égve. Ott látszik a hengerborda, odasült a udarra, és azt is meg tudom mutatni, hogy akárhogy kaparom, ez az a udar? Nem, ez az a udar. Onnat a folyékony műanyagot, ahogy odaégett, nem tudom kikaparni sehogy. Az nem koksz. A kokszot már kikapartam. Azért ráfolyt a műanyag a házról, és nem jön le. Benzintől kezdve itt már még a Vario Cleaner is annál beszart. Végtisztító. Úgyhogy az nem jön le. Főtengelye az makulátlan. Már leszettem a csapágyakat. Szimmeringje. Az ott van, originál stíl, de olyan kemény, mint a beton. Úgyhogy ez nem sokat ment volna ez a gép. Úgyhogy berántó, levegőszűrőtekli, lentkerek, henger, gyújtás, itt a gyújtás, azt is megpucoltam. Ezeket rakom ide vissza egy dobozba. Ezek jók. A fogantyú az is jó, de az biztos, hogy gumipárnák az kellenek, mert egyszerűen kihullottak, az alsó el volt szakadva, a felső meg van égve. Ezt is veszek rá egy újat. Ha nem találok egy bontott donort, az lenne a legjobb. Meg itt a gumipárna tartó felső burkolaton elégett, karburátori originál zama. Ezzel szoktam kipucolni amúgy a hengerből a kokszot, teszek rá HP Ultrát, olyan szépen kihozza, hogy még. Itt vannak a csapágyai, már lehúztam őket. Hát ennek olyan zörgő, hallani is, ahogy kotyog. Ennek van is hangja. Úgyhogy ez már oda volt, ez a csapágy. Úgyhogy ennyibe szerencsétlenségben, szerencsé, hogy ez így állt meg, mert szerintem már hamarosan meghalt volna a motor, azt akkor még a hengert is szétverte volna. Legalább annyi van, hogy van egy jó hengerem, jó főtengelyem, karburátorom, meg pár dolog, úgyhogy fogalmam sincs, hogy hogy lesz megcsinálva, hogy látjátok, a levegőszűrőház is ilyen, és a többi alkatrésze. Nem sokat kellett rajta bontani, mert magától széthullott, hogy megégett, hogy kínaival rakom össze, vagy jó minőségű gyári bontottal.
hogy ez majd elválik ilyen állapotban, úgyhogy fiúk, a 230-as az 250-es. Ez az úgy, hogy oda tudom besorolni a gépet, hogy ez egy 2008-as gép, mert ez 40-es, meg 42 és feles. Úgyhogy a múlt év is úgy volt nekem, amiben gócsül, hogy 230-as volt, azt végén korán mértem, kiderült, hogy 250-es, úgyhogy úgy szintén ez is, az meg 2010-es volt a gép, úgyhogy azért mondom, hogy 2008 és 2011 közé tudom tenni ezt, mert 2008-ta volt az, hogy már rakták a 250-es motorot a 230-as felirattal. Úgyhogy csak ennyit akartam, fiúk, legyen szép napotok, sziasztok!